az égnek már reggel 8 óra van. Miss Mallard? Oda bent tartózkodik? Felébredt már? Mi történt, Omar? Olyan, mint aki szellemet lát. Nem szellemet, asszonyom. Csak valami rendkívüli furcsát. Jöjjön velem, kérem. Jó reggelt, nénikém. Valami baj van? Igen, uram. Nagyon furcsa dolog történt Mr. George fülkéjében. Ugye igazam volt? Szólok a kalauznak. Jó, és amíg megteszi, mi átvizsgáljuk a helyszínt. Nyomokat keresünk. Óvatosan, nénikém. Lehet, hogy ez is csak George buta vicce. Egy földön lévő takaró sok mindent rejthet. Halálra rémisztheti a kacsát. Vigyázz, lépj hátra! Nem. A beugratásra úgy látom, máshol kell számítanunk. Jól van, Willard. Felfedeztél valamit? Egy gyémánt gomb. Aki bújt, aki nem. Már is megyek! Hirtelen nyitottad ki az ajtót, ezért a húzat ide sodorta ezt a szivarhamut, látod? Ma reggel nagyon jó a detektív szimatot, fiam. Há! Lehet, hogy George mégsem akart megviccelni minket. Talán valaki más viccelte meg őt. George naplója. Nézd csak, a tegnapi napot kitépték. Mindjárt meglátjuk, mit írtak rá. Éjfélkor találkozom a csalóval. Willard, azonnal hívd be mindenkit az étkezőkocsiba. Gyorsan felöltözöm és megyek utánad. Utastársunk George eltűnt. Kit izgat? Öröm hír. Igazi bajkeverő volt. Ó, most már végre megnyugodhatunk. Lehet, hogy ez is csak egy trükk. Igen, egy trükk. Mégpedig a legrosszabb fajtából. Én ezt valójában bünténynek nevezném. Elmondanák, hogy hol voltak este 10 óra és éjfél között? A fülkénkben? Akkor mivel magyarázzák, hogy ez a gomb George fülkéjében a padlóján hevert? Oh! Ráadásul szivarhamut is találtam a földön. És ön az egyetlen, aki szivarozik ezen a vonaton. Ó, jól van, jól van. Reginald bement hozzá 10-kor, én pedig 11-kor. Szerettük volna meggyőzni, hogy ne csinálja ezt tovább. Tönkretette az egész nyaralásunkat. De azt mondta, nem hagy minket békén, mert mi is megvicceltük őt. Igen, tudom. És azt is, hogy önök nem bűnösök, mert az igazi csínytevő bivajfej professzor volt, bár valójában egyáltalán nem is professzor. Valóban? Így van. Akkor kezdtem gyanakodni a professzorra, amikor George régi ismerősként üdvözölte őt. De a professzor tagadta, hogy találkoztak volna. Tudtam, hogy valami nincs rendben. Később a professzor azt mondta, hogy Kelet-Afrikában sebesült meg, amikor tigrisek vették üldözőbe. Köztudott dolog, a tigrisek Ázsiában élnek, és nem Afrikában. A kivágásaimban láttam, hogy az igazi professzor nem tud bot nélkül járni. A botot Willard vitte a csaló után, aki attól félt, hogy George meghiúsíthatja a tervét, mert el akarta rabolni a kincseket Tutankhamen sírjából. Ha kiderül az igazság, mindennek vége. Ekkor kapta George a fenyegető levelet, és amit mi viccnek gondoltunk, valójában leszámolásnak készült. Most már tudom, hogy egy gonosz bűnöző mesterkedése volt, aki követett minket, és megpróbálta lelökni George-ot a piramisról. A csaló Arnie. Egy semmire kelő, körözött tolvaj. Átkozott kacsadetektívek! Megcsináltam volna a balhét, ha az a hülye George nem ismert fel! Pénzt ajánlottam neki, hogy tartsa a csőrét, de elutasított. Egy másik munkám során találkoztunk. Láttam, mindenkit megtréfál, de engem békén hagyott, mert én nem törődtem vele. Ez így igaz. Magával valóban sosem szórakozott. A nénikémmel sem. Ez is arra utalt, hogy George és Arnie már találkoztak. Arnie rájött, hogy úgy kerülheti el a kellemetlenséget, ha nem törődik George-al. Bár csak én is tudtam volna. De hol van az igazi professzor, és hol van George? George a szarkofágban áll megkötözve.
Ami pedig a professzort illeti, azt sosem árulom el, soha! De hát már elmondta nekem. Szóljon a mozdonyvezetőnek, vigyen vissza minket a királyok völgyébe. Olyan gyorsan, ahogyan csak lehet. Akkor talán megmenthetjük az igazi professzort. És ha követnek engem, megtalálhatjuk George-ot is. Legjobb lenne, ha nem vennénk róla tudomást, amíg elő nem kerül az igazi professzor. Olyan boldog vagyok, hogy nem történt baja, bivajfej professzor. Hála önnek és kiváló unokaöccsének, Miss Mallard. Rendben, nincs több móka, ígérem. Asszonyom. Hát, megoldottunk egy újabb rejtélyt. Úgy, ahogy mondott, fiam, de mint a legtöbb esetben, a válasz még több megválaszolandó kérdést vet fel. Ugyan miket, nénikém? Például, hogy mi történt az igazi mómiával? Miss Mallard szólt, hogy kutassam át a vonatot, de nem találtam meg. Pedig itt kell lennie valahol. Nem sétálhatott csak úgy el. Roppant furcsa ügy, bivajfej professzor. Szerintem újabb rejtély előtt állunk. De ez valószínű örökre megoldatlan marad. Rendezte Daniel Dussel. Magyar hangok. Kovács Nóra, Lippai László, Barbinek Péter, Ulman Zsuzsa, Mics Ildikó, Katona Zoltán, Vizi György, Albert Péter, Szokol Péter. Munkatársak Takácsi Gizella, Pető Emmi, Vüns Attila, Pap Zoltán, Lajtai Erzsébet, Bursi Katalin, Kis Beáta, Mihály Falvi Mihály. A szinkront a Duna Televízió megbízásából a Kis Stúdió Kft. Készítette.